Jó estét kívánok! Legújabb vagy legfrissebb elkészült munkánkról a Győr könnyű kikötőépületről hoztam egy pár képet, és pár gondolatot fűznék hozzájuk. Egy kicsit félrejtettem a helyzetet, mert itt a Bálint tájékoztatott, hogy ez nem egy Duna pecsakutya, ez csak úgy egy pecsakutya. Ugye azért az épület az kapcsolódik a Dunához, az 1794. folyamkilométernél van, ami tulajdonképpen a Rotterdamtól a Fekete-tengerig tartó vízi útvonalnak a feléhez esik, 40 kilométerre véti csak el. Ez a mosoly Dunának gyakorlatilag a torkolata vissza a Nagy Dunához, és itt egy hatalmas iparterület készül. Ugye hát itt aztán végsősorban érthető okokból, ugye főút, víziút, ugye a nyugati határnak a közele, mindent tulajdonképpen szerintem sikerre ítéli ezt a fejlesztést, és ennek a fejlesztésnek a tulajdonképpen a központi épülete egy kicsit eldöntetlennek érzem még, hogy ez most a vízügynek az épülete, vagy pedig a kikötőnek a felügyeleti épülete. Még úgy kezdtük el tervezni a kikötő felügyeleti épületet, de közben a vízügy már átvette. Úgyhogy most vízügyi épületként üzemel. Itt látható pár funkcionális egység, ugye három fő egységből áll, van egy szervizrész, ahol a hajóknak a különböző hulladékait tárolják, eresztik le a fenékvizet, tehát ez igazából a gazdasági, a koszos rész. Van egy ilyen laboratóriumi rész, ahol vízminőséget vizsgálják, és van egy iroda rész, egy nagy tárgyalóval, ahonnan tulajdonképpen itt látható, ahonnan az egész kikötőt, az egész területet egyrészt be lehet látni, másrészt pedig ugye, ahogy ugye az épületnek a neve is, hogy Control Building mutatja, tehát ellenőrizni lehet. Tulajdonképpen a kezdetekről annyit tudnék mondani, hogy ezt egy örököltük egy építész bácsitól ezt a projektet, aki még nagyon régen kezdte el tervezni. Ugye ez egy elég nagy infrastruktúrális projekt, ez több tíz évre nyúlik vissza ennek a szakmai múltja. Ugye ez a ház is, mint el lehet képzelni nagyjából, mint a többi vízügyi létesítmény, nagyjából házikó forma volt, amikor hozzánk került. És hát azért elemeztük a funkciót, próbáltunk, ugye a házat úgy kaptuk egyébként meg, nem ritka dolog, hogy az maga az építési program, tehát építési programot, tehát azt nem kaptunk. Úgy találtuk ki a dolgokat az alapján, és ezt elemezve egy ilyen hármas funkcionális egységet képeztünk le, amit az előbb elmondtam, és hát az anyaghasználatban pedig amilyen karakteres az épületen, ezt a járórácsot használtuk végig függőlegesen, álmenyezetként és minden olyan építészeti helyzetben, ahol egyébként nem szoktuk használni. Ezt a képet azért tettem be, mert nagyon fontosnak tartottuk az energetikáját, illetve a fenntarthatóságát az épületnek. Nagyon nagy nyitottságot tapasztaltunk a megbízó részéről. Úgyhogy az épület az tulajdonképpen geotermikus energiával működik, illetve az előbb látott napelemekkel gyakorlatilag más beavatkozásra nincsen szükség. Tulajdonképpen nem tudom, hogy hol tartok most a képekkel. Ez az épület, ez a látvány fogadja nagyjából az érkező járműveket, embereket. A konzol maga az a víz felé néz, ugye szembelegő oldalon, majd a szlovák oldal van egyébként. Tehát ez nagyjából egy ilyen határ helyzetben is van ez az épület. Ez a konzolt, ezt tulajdonképpen azon felül, hogy szerettünk volna egy konzolt csinálni, mindenképpen egy rendes méretű konzolt az adta, hogy az egész épületet, illetve a partot természetesen a rakodás és a hozzáférhetőség miatt meg kell közelíteni teherautóval, tehát itt lehetett gyakorolni a közúti űrszervének a nagyságát,
ez adta meg tulajdonképpen az épületnek a magasságát. Akkor még egyébként nem voltak ezek a egyéb darú csarnokok, meg darúzott épületek itt a háttérben, amikor elkezdtük a tervezést, de hát végülis egyébként örömmel láttuk, hogy így tulajdonképpen egy ilyen arculat kialakul ebből. Itt látható ez a második lépcső, itt tulajdonképpen föl lehet menni az irányító helységbe, és ami egy tiszta üveg helység, körbe van véve ezzel a járórácssal, amit egyúttal árnyékolónak is használunk, és ami a képeken amúgy nem látszik, de ezek nyithatóak. Ugyanis ezzel a ráccsal azért van egy olyan probléma így építészetileg, hogy szokatlanságánál fogva azért nagyon sokakban a börtönrácsot juttatja eszébe, így mondjuk így homlokzaton. Egyébként ezt azóta is teszteljük, most éppen tervezünk egy irodaházat is, ami egy kisebb irodaházat, ami így fog működni. Egyedül a kilátás, tehát a folyóra való rálátásnál nincsen rács, ott van a tárgyalóhelység. És tulajdonképpen vicces, hogy ezt nem is mondom végig, mert már nem látszik a képeken. Itt egy élnépítés közbeni állapot látszik, nagyjából ilyen a környezet most is. Ez egy kiépülő ipari terület, ami megvolt, azok a gabonasilók ott balra. Hát így ennyi fért bele. Köszönöm szépen a figyelmet!